Az egészségügyben dolgozó angyalokat vendégelik meg az evangélikusok Budapesten és több vidéki városban. Erről kedves hallgatóink már hallhattak híreink között, illetve Fabin Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke is beszélt nekünk a karácsonyi évértékelő interjúban röviden a kezdeményezésről. Viszont akkor még azt mondta az elnök püspök úr, hogy január 2-ig tart ez az akció, viszont az egyház meghosszabbította ennek az időtartamát. A folytatásban Németh Zoltánnal, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos iroda gyülekezeti és missziói osztályának vezetőjével beszélgetünk. Üdvözlöm, Erősvár a mi Istenünk, és boldog új évet kívánok! Erősvár a mi Istenünk, én is üdvözlöm Önt is, illetve a kedves rádióhallgatókat, és én is mindenkinek Istentől megáldott boldog új esztendőt kívánok! Először is beszélgessünk arról, hogy honnan jött ez az ötlet, és pontosan miről is szól ez a kezdeményezés. Az alapötlet, az első, az még az ünnepek előtt annak a híre jutott el az egyházunk vezetőihez, hogy bizonyos helyi kezdeményezések indulnak egyes gyülekezetek részéről. Nyíregyházánat egészen konkrétan tudom, de úgy tudom, hogy Esztergomban is és más helyeken is talán az adott gyülekezet területén lévő kórházak felé az ott dolgozók számára valamiféle adománygyűjtési akciók. Ennek kapcsán fogalmazódott meg az elnökségben az a gondolat, hogy ezt esetleg valamilyen módon úgymond országos szintűvé lehetne tenni, hogyha nem is minden egyes kórházi vagy egészségügyi intézményt és minden egyes dolgozót érintően, de azért mégis valamiféle országos lefedettségszerűen, vagy legalábbis több országos helyszínen. És akkor így ezen elkezdtünk mi gondolkodni a gyülekezet és missziói osztály munkatársaival, mert mi kaptuk ezt a feladatot, hogy ezt gondoljuk végig. Ugye az első gondolat az volt, hogy a gyülekezetek felé fordulunk valamiféle mozgósító kéréssel vagy ötlettel, hogy ők helyben mit tudnának tenni, de aztán nagyon hamar arra jutottunk, hogy nem hoznánk így központilag, úgymond Budapestről ötletelve ilyen helyzetbe a helyi gyülekezeteket, hogy ezt ők oldják meg, és ők találják ki ennek a módját. Leginkább a vírus helyzet miatt, a kockázat miatt. Akkor jutott eszünkbe az az ötlet, hogy ugye most a vírus helyzetből következően előtérbe kerültek olyan megoldások, amik bár korábban is elérhetőek voltak, de talán nem voltak annyira meghatározóak, mint például a különböző csomagszállító vagy futár szolgálatoknak az igénybevétele. Igen. És akkor ennek kapcsán vettük fel a kapcsolatot az egyik ilyen országos futárszolgálattal, akik kimondottan ételek kiszállítására specializálódtak. Ott mi nyitottságra találtunk, vagy hát partnerségre, és akkor velük kötöttünk egy ilyen üzleti partnerségi szerződést, és innentől kezdve tulajdonképpen az határozta meg a helyszíneket a vidéki városok viszonylatában legalábbis, hogy ez a bizonyos futárszolgálat mely városokban vállal kiszállítást, így került képbe ez az öt nagyobb város, Győr, Székesfehérvár, Pécs, Szeged és Debrecen, és akkor emellé az öt vidéki helyszín mellé választottunk öt budapestit, ott pedig dr. Cserháti Péternek a segítségét kértük, hogy ő a kapcsolatai meg a nála lévő információk birtokában tegyen erre javaslatot, és akkor ő küldött nekem öt elérhetőséget, őket megszólítottuk, és nagy örömmel fogadták ezt a lehetőséget, és akkor tulajdonképpen így indult el a szervezés, és a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ezen a futárszolgálaton keresztül egy online felület segítségével ezen a 10 helyszínen minden napon egy adott keret határig az ott dolgozó, a kiválasztott osztályokon dolgozó egészségügyi dolgozók választhatnak, minden nap rendelhetnek ételt. És hát most már a felénél tartunk ennek a kijelölt időszaknak, amit meg is hosszabbítottunk, majd azt is elmondom, hogy ez minek köszönhető. Beszámolhatok arról, hogy nagyon jól működik, és az ételek mindenhol célba érnek. Úgy tűnik, hogy az elgondolás azért is volt nagyon jó, mert így ebben a lehetőségben a választás szabadsága, tehát egyfajta játékosság, hogy így mondjam, is benne van, hiszen nem arról van szó, hogy amit mások választanak, vagy mások gondolnak célba juttatni, az érkezik meg az adott osztályokra, hanem ők maguk az online felületen a kínálatból választhatnak. És a vidéki városokban kik a segítők? Ugye Budapesttel kapcsolatban említette Cserháti Péter nevét. Igen, miután a helyszínek így körvonalazódtak, akkor utána a következő lépés az volt, hogy minden helyszínen találjunk helyi kontaktokat, úgymond koordinátorokat, akik segítségünkre vannak, hiszen mi ezt Budapestről nem tudjuk, ugye az igényeket, a létszámot sem, stb. Ugye több vidéki városban van az egyházunknak kórház lelkészi szolgálata, ott a
kórházlelkészeket szólítottuk meg, Győrben, Debrecenben, illetve Pécset. Székesfehérváron és Szegeden ott a gyülekezeti lelkésszel vettük fel a kapcsolatot. A budapesti helyszíneken pedig már mindjárt azonnal a kórházakat, az adott osztályokat, akiket Cserát doktor javasolt, őket kerestük meg, és ők választottak, és jelöltek ki olyan az osztályon dolgozó személyeket, van, ahol orvos, van, ahol főnővér, akik ebben segítségünkre vannak. Ők is mindannyian ezt nagyon szívesen vállalták, akár a kórházlelkészek, akár az osztályokon dolgozó egészségügyi alkalmazottak. Őket mi beregisztráltuk erre a bizonyos felületre, online felületre, úgyhogy ők így akkor szabadon beléphetnek oda, minden nap összegyűjtik a környezetükben az osztályokon az igényeket, megrendelik ezen az online felületen keresztül. És említette, hogy elárulja majd, hogy miért hosszabbították meg ezt a kezdeményezést, mi volt ennek az oka? Két része van ennek a projektnek, hogy így mondjam, ennek az adománygyűjtő akciónak. Az egyik ez a kimeneti oldala, hogy így fogalmazzak, ami azt jelenti, hogy az ételek megrendelése és célba érkezése. Ez ugye kimondottan a konkrét cél, a megvalósulás. De van egy bemeneti oldala is, ami azt jelenti, hogy azzal együtt, hogy természetesen az egyházunk erre az akcióra elkülönített egy olyan összeget, ami az elindításhoz, az üzemeltetéshez, hogy így mondjam, elegendő, viszont párhuzamosan az akció indulásával meghirdettünk adománygyűjtési akciót, lehetőséget is az egyházunk tagjai, a gyülekezeti tagok, illetve tulajdonképpen bárki részére, akihez eljut ez a lehetőség, ez a felhívás, és úgy érzi, hogy akár azért, mert evangélikusként kapcsolódik az evangélikus egyháznak egy ilyen szép akciójához, vagy akár más felekezethez, vagy felekezethez tartozástól függetlenül is, pusztán a cél fontossága miatt úgy gondolja, hogy szívesen adományoz, akkor erre lehetősége van bárkinek. És látva a beérkező adományok mértékét, mennyiségét, döntöttünk úgy, hogy meghosszabbítjuk ezt a lehetőséget. Január 6-a Vízkereszt lesz a záró napja, amikor élni lehet ott az adott helyszíneken ezzel a lehetőséggel. Vannak kis összegű befizetések, amik szintén nagyon fontosak, ilyen egyéni adományok, hogy így mondjam, de vannak nagyobb összegű ilyen képviseleti, vagy nem is tudom, hogy mondjam, felajánlások gyülekezetek részéről is például, de ismereteim szerint az eddigi legnagyobb összeget, akik befizették, az a Johannita Lovagrend, Magyarország Johannita Lovagrend is a támogatóink között szerepel. Nekik is, meg minden adományozónak nagyon köszönjük az eddigi felajánlásokat, és ez folyamatosan él ez a lehetőség továbbra is az akció végéig, január 6-áig. Egyébként az jutott eszembe, hogy az egyházhoz tartozó diakóniai intézményeket ugye természetesen folyamatosan segítik, de hogy vajon miért tartották fontosnak, hogy más egészségügyi intézmények dolgozóinak is örömet szerezzenek így módon? Miért fontos ez az egyháznak, hogy egy kicsit kilépjen a saját berkeiből? Hát nyilvánvalóan, hogy a karácsonyi ünnepkör, az adventi időszak, a karácsonyi ünnepkör általánosságban is és normál körülmények között is felébreszti azt a vágyat, vagy azt az igényt, hogy segítsünk a környezetünkben lévő rászorulóknak, vagy azoknak, akik nehéz helyzetben vannak, és hogy az idei ünnepeknek azért ez egy külön ilyen szempontból egy különleges tartalmat ad, hogy az egészségügy a vírus helyzet miatt és az ott dolgozók extrém rendkívüli terhelésnek vannak kitéve. Tehát a társadalom egy kisebbsége, hogy így mondjam, kevesek dolgoznak sokat és vállalnak sok kockázatot és sok munkát a többségért, értünk, hogy így mondjam. Innen jött az a gondolat, hogy akkor most ők hadd kerüljenek ezen az idei ünnepeken a fókuszba. Ugyanakkor az elképzelés és az ötlet, mivel nagyon jól működik a gyakorlatban, az tény és való, hogy tapasztalat szintjén a jövőre nézve az lehetőségként benne van ebben az elgondolásban, hogy a későbbiek során mindig az adott körülményektől függően kereshetünk akár majd más célcsoportot is, akiknek éppen abban az adott helyzetben, vagy egy adott helyzetben a leginkább szükségük lehet segítségre, támogatásra, szolidaritásra. Milyen visszajelzéseket kaptak egyébként eddig? Mennyire tudnak visszajutni önökhöz a vélemények, az, hogy kinek mit jelent ez a segítség? A helyi kontaktjainkkal ugye gyakorlatilag napi kapcsolatban vagyunk. Én sokszor beszélek velük telefonon is, illetve e-mailben, SMS-ben is értekezünk. Néha ugye maga a folyamat is megkívánja azt, hogy egyeztessünk, mert így az ünnepek kapcsán azért van egy olyan egyenetlenség, hogy az ilyen szolgáltatás jellegű lehetőségek nem egyformán, nem ugyanúgy érhetők el, tehát így többször be kellett már nekünk magunknak is avatkozni és segíteni úgymond kívülről, hogy megfelelő módon működjön, de ez hál' Istennek mindig sikerült.
sikerült és mindig megoldódott. Úgyhogy a kontaktjainkon keresztül van információnk, és az nagyon lelkesítő nekünk magunknak is. Meg kell mondanom őszintén, hogy az elején, amikor ebbe belekezdtünk, akkor volt bennem egy olyan szorongás vagy bizonytalanság, hogy pont ők, akik most túl vannak terhelve, a munkájuk elvégzése, a feladatuk teljesítése éppen elég vetel tőlük, hogy az ő számukra még esetleg egy ilyen plusz feladatot adni, vagy egy plusz kéréssel fordulnia a szervezésben, hogy vállaljanak szerepet, hogy esetleg ez nehézségbe fog ütközni. De nem. Tehát az első pillanattól kezdve mindenki nagy örömmel fogadta az ötletet. Az egészségügyi dolgozók, akikkel kapcsolatban vagyunk, mindenki másképp, de lényegileg ugyanazt fogalmazza meg, hogy nagyon-nagyon örülnek neki, és hogy ők kimondottan megtiszteltetésnek veszik, hogy a munkatársaik, kollégáik hát segítése érdekében ők ebben szerepet vállalhatnak. És amikor értesítettük őket arról, hogy meghosszabbítjuk az akciót, akkor is ugyanez volt a reakció. Nagyon-nagyon örültek, és mondták, hogy ők továbbra is boldogan partnerek abban, hogy ezeken a plusz napokon is vállalják a megrendelések lebonyolítását. És esetleg mondjuk el, hogy pontosan milyen felületen lehet adományozni, hogyha esetleg valakinek felkeltettük az érdeklődését ezzel kapcsolatban. Igen, és nagyon-nagyon köszönöm ezt a felvetést, illetve köszönjük az eddig beérkezett adományokat is, illetve amit a jövőben a kedves adományozók be fognak majd fizetni. Egyrészt hadd ajánljam az egyházunk honlapját, ahol lehet tájékozódni erről a lehetőségről is, sok minden egyéb más információ mellett, a www.evangelikus.hu honlapon is elérhető ez a lehetőség. A konkrét adományozási felület pedig a persejpénz.luterán/angyalok közvetlenül ez az a felület, ahol az adomány online módon bankkártyás fizetéssel megoldható. Azt gondolom, hogy ezek után egy kicsit érdemes rátérnünk arra, hogy a 2020-as év milyen volt a gyülekezeti missziói osztály számára. Arra kérem, hogy értékelje egy kicsit, mint osztályvezető a 2020-as évet. Ugye nagyon gyorsan kellett alkalmazkodniuk a megváltozott körülményekhez. Tavasszal beszélgettünk, ha jól emlékszem, ez tavasszal volt, vagy esetleg nyáron. Igyekeztek számos támogatást nyújtani. Igen, az első reakciónk az egy számunkra is egy ilyen sok helyzet volt, vagy hogy is fogalmazzak, mert első körben, első lépésként a negatívumokkal szembesültünk, tehát azzal, hogy a programjainknak egy jelentős része, sőt tulajdonképpen a programjainknak majd, hogy nem a mindegyike. Igen. A vírus helyzet miatt elmaradt, hiszen az általunk szervezett programok különböző korosztályok részére, gyerekek, fiatalok részére, vagy akár felnőttek, a lelkészek részére meghirdetett alkalmaink közül egyik sem valósulhatott meg. Egyik tábor sem, Szélrózsa is elmaradt az idén, ugye idén kellett volna, hogy legyen. A lelkészeknek többféle tréninget, párkapcsolat erősítő, tehát házasság erősítő tréninget is szervezünk minden évben. Azt sem tudtuk meg szervezni az idén. Akkor a következő lépés volt, ebből felúcsúdva, hogy akkor a kapacitásunkat és azokat az anyagi forrásokat, amik úgy egyébként nekünk az év során rendelkezésre állnak, ezeket hogy tudjuk hasznosan segítség jegyében mobilizálni. Több pályázatot meghirdettünk. Kimondottan meghirdettünk olyan pályázatot, ami a persejpénzek elmaradása miatti anyagi kiesést pótolja. Akkor hirdettünk olyan pályázatot is, ami kimondottan egy adott gyülekezetben a vírus helyzet kezelését támogatja. Ugye ennek az év során is voltak különféle korszakai, hogy éppen mi az, ami lehetséges volt, de például támogatást tudtuk nyújtani olyan helyekre, ahol a gyülekezet megszervezte, hogy a területén élő, illetve a hozzátartozó idősek, betegek, a karantén miatt az otthonai falai közé szorult tagjaik számára ügyintézést, illetve bevásárlást szervezzenek. Ehhez is tudtunk mondjuk a benzinköltség fedezésére támogatást nyújtani. Előjöttünk egy kiadvánnyal, tehát kiadtunk egy pár perces és otthoni imádsághoz, meditációhoz segédanyagot, ami kimondottan a karantén helyzetre tekintettel készült, tehát olyan körülmények között, amikor valaki nem tudja elhagyni az otthonát, hogy tud az imádság segítségével és néhány szempont segítségével mégis elmélyülni és észrevenni azt, ami ebben a nehéz helyzetben is mégis erőforrás lehet a számára. Aztán, mivel felértékelődtek ugye az online megoldások, nagyon sok tartalom az egyházi életben és a gyülekezeti életben került át az online térbe. Istentiszteletek, bibliaórák, egyéb közösségi alkalmak és egyáltalán kapcsolattartás a gyülekezeti tagokkal, tehát még a látogatások is bizonyos értelemben, sok esetben online is a beszélgetések a lelkészek és gyülekezeti tagok között. Ennek viszont ugye nagyon komoly technikai igénye van. Igen. És akkor innen jött az
ügynökség segítségével. Ugye nekünk is volt egy bizonyos keretünk, de azért az szerényebb annál, hogy mindezeket azzal finanszírozni lehessen. De az elnökség számára ugye rendelkezésre áll egy ilyen krízis alap, hogy így mondja, amit direkt erre a célra hoztak létre, és ők abból mindig ilyen esetben, ha kéréssel fordultunk feléjük, akkor támogatóan viszonyultak hozzá, és segítették a megvalósulását ezeknek a céloknak. Nagyon sok laptopot, mobiltelefont, táblagépet, mikrofont, egyéb ilyen eszközöket tudtunk a gyülekezetek részére biztosítani, és nagy számban érkeztek igények erre a pályázatra is, ami mutatja, hogy valóban jól mértük föl azt a helyzetet, hogy erre most szükség van. Még egyet megemlítenék, mert azt fontosnak gondolom, túl azon, hogy gyülekezetek és lelkészek és a lelkészi szolgálat segítése és támogatása, az ősszel, amikor a tanév elindult, és ugye az őszi tanévkezdés az még egy pár hónapig ugye úgy indult, hogy teljesen offline, tehát mind az iskolások, mind a gimnazisták, középiskolások jártak iskolába, aztán később ugye a gimnáziumokban ez átállt digitális, illetve online oktatásra. Viszont az általános iskolában maradt továbbra is, és úgymond a mai napig is. És akkor ennek kapcsán kerültek a figyelmünk középpontjába a hitoktatók, hogy hát azért ők milyen komoly igénybevételnek, kockázatnak vannak kitéve. Úgyhogy az ősszel meghirdettünk egy pályázatot a hitoktatók részére, a főállású hitoktatóink részére, szintén egyrészt online eszközök beszerzésére, tehát hogyha arra kényszerülnek, mert hogyha annak ellenére, hogy az általános iskolában ugye továbbra is jelenléttel ment az oktatás, mind a pedagógusok, mind a diákok részéről, viszont a járványhelyzet miatt egymás után is egyre több oktatási intézmény, általános iskola, vagy egy egész osztály került abba a helyzetbe, hogy át kellett állni az online tanításra, és erre a hitoktatóinknak nem volt meg minden esetben a megfelelő technikai eszköze. Úgyhogy az ő számukra is írtunk ilyen pályázatot, és sok igény érkezett, és nagy öröm volt számunkra, hogy ebben a segítségükre lehettünk. És hát adódik a kérdés, hogy a 2021-es esztendőtől mit vár, mik lesznek az első időszakban a főbb feladatok? Gondolom, hogy a COVID-járvány alakulása hát szintén nagyban meghatározza majd a menetrendet. Igen. Ugye most látva a híradásokat is, amik ugye arról szólnak, hogy remény van arra, hogy a vakcina érkeztével és egyre szélesebb körű oltással azért az év folyamán javulni fog a helyzet. De ezzel együtt ilyen kettős étirányú tervezésünk van erre az évre. Egyrészt továbbra is szem előtt tartjuk azt, hogy a vírus helyzetből adódóan milyen segítségre lesz szükség a lelkészek, illetve a gyülekezetek vagy a hitoktatók részéről. Itt például egy igény már az ünnepek alatt befutott, amivel mindjárt majd most januárban foglalkozni szeretnénk. A tavaszihoz hasonlóan, hogy az ünnepekben elmaradt alkalmak is nagyon komoly anyagi veszteséget okoztak a gyülekezeteknek, abban az értelemben, hogy versenypénzek jelentős része hát kiesett vagy elmaradt. Lehet, hogy erre megint gondolok, hogy most még így az év elején egy ilyen pályázattal esetleg előjönni. Ezt majd most fogjuk az elnökség elé vinni, és velük egyeztetve esetleg ez megvalósulhat. Egyébként pedig azért erre az esztendőre már azzal a reménységgel nézünk, hogy ha esetleg a tavaszi programok még nem is, de a nyári programjaink, a szélrózsa, a táborok és egyéb más nyári programok, illetve majd az ősziek, elkész konferenciák és egyéb programok talán reménység szerint Isten segítségével már megvalósulhat. Hát bízunk benne, hogy mi pedig erről majd be is számolhatunk. Ugye e-maileket váltottunk még az interjú előtt, megragadta a figyelmem, hogy az e-mail végén ott van a 2021-es népszámlálásra utaló, az egyháznak a kampányához tartozó logó, az egyházi vezetők e-mailjei mögött mind ott van ez a bizonyos logó. Hát ez egy fontos esemény lesz 2021-ben az evangélikus egyház számára is. Miért fontos ön szerint, hogy mindenképpen megvallják azt az emberek, hogy melyik felekezethez is tartoznak, melyik egyházhoz is tartoznak? Hát a jövőre nézve ez mindenképpen fontos lenne, hogy ezt az identitásunkat, függetlenül attól, hogy az evangélikus mi voltunkat mennyire kötődően, mennyire elkötelezetten, és a gyakorlatban is, hogy így mondjam, funkcionálisan éljük meg. Ettől függetlenül magát az identitásunkat, hogy vállaljuk lehetőség szerint mindannyian, akik evangélikusok vagyunk, és hogy ennek a fontossága eljusson lehetőség szerint mindenkihez. A jövőre nézve ez rendkívül fontos lesz. Leginkább ezt
azt gondolom, hogy szabad erről beszélni, vagy nem csak úgy szabad, hanem kell is. Ez anyagilag is nagyon fontos, gazdaságilag, hogy így mondjam, az egyház részére, a politikai értelemben is. Tehát az, hogy a társadalomban mi milyen súllyal, milyen számmal, milyen hányaddal veszünk részt, ez mindig egy fontos tényező lesz a különféle, akár politikai jellegű, tehát mondjuk a kormányzattal, az állam kapcsán, vagy bármilyen más vonatkozásban az evangélikus számarány jelenlét a magyar társadalomon belül. Én köszönöm, hogy erre is kitérhettünk így a beszélgetés végén, és köszönöm az interjút. Remélem, hogy a kezdeményezéssel kapcsolatban pedig sokaknak az érdeklődését felkeltettük. Még január 6-áig lehet adakozni, és addig megtart ez a bizonyos projekt. És még egyszer Istentől megáldott békés, boldog új évet kívánok a hallgatók nevében is, és köszönjük szépen. Én is nagyon szépen köszönöm az érdeklődést, a figyelmet, és hasonló jókat kívánok mindenkinek, és köszönjük szépen még egyszer az adományokat. Budapesten és több vidéki helyszínen is úgy köszöni meg a Magyarországi Evangélikus Egyház az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját, hogy a kórházakban dolgozó ápolóknak és orvosoknak meleg ételt visznek. Az angyalokat vendégelnek meg elnevezésű kezdeményezés január 2-áig tartott volna, ám az adománygyűjtést és ételosztást az egyház a nagy érdeklődésre való tekintettel január 6-áig meghosszabbította. A kezdeményezés eddigi tapasztalatairól Németh Zoltánnal, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos iroda gyülekezeti és missziói osztálya vezetőjével beszélgettünk. A vezetővel visszatekintettünk az osztály tavalyi munkájára, és előre is tekintettünk az idei évre.